Üdvözlöm Önöket! Ebben a videóban azt szeretnék megmutatni, hogyan tudják a Mozaik kiadó digitális tananyagait felhasználni a Zoom szoftverben, illetve hogyan tudnak élőben kapcsolatba lépni a diákokkal, hogyan tudnak élőben a Zoom szoftveren keresztül egy digitális tanórát tartani a diákoknak. A Zoom szoftver egy amerikai fejlesztés, és a zoom.us oldalon érhető el. Ezen az oldalon ingyenesen föl lehet iratkozni, regisztrálni kell egy ingyenes fiókot, ahova meg kell adni a e-mail címünket, és erre az e-mail címre kapunk egy értesítést, egy aktiváló linkkel, már el is küldték nekem, és erre a linkre kattintva már is létre tudjuk hozni a fiókunkat, és a fiók létrehozása után néhány személyes adatot meg kell nekünk adni, és ha ez is megvan, akkor felajánlja az oldal, hogy telepíti az asztali alkalmazást is a számítógépünkre, amelyeket elindítva így néz ki. Tudunk létrehozni egy új kapcsolatot, tudunk csatlakozni már meglévő streamekhez, ütemezni tudjuk a kapcsolatainkat, a csatlakozásainkat, és meg tudjuk osztani a képernyőinket. Először azt fogom megmutatni, hogy a diákok mit látnak, amikor ők csatlakozni fognak ehhez a rendszerhez. Természetesen nekik is ugyanúgy regisztrálniuk kell, és telepíteniük az asztali alkalmazást. Ők a Join gombra fognak kattintani, és kapnak egy ilyen kis ablakot, ahova a meetingnek, tehát ennek a kis előadásnak az azonosítóját kell beírniuk. Ezt az azonosítót ők valamilyen csatornán, Facebookon, Skype-on, e-mailen, bármilyen csatornán a tanár fogja nekik átküldeni. Ez egy link lesz, amelyre, hogyha rákattintanak, vagy ide beillesztik, akkor tudnak csatlakozni ehhez a meetinghez. Én most elindítom ezt a csatlakozást. Én leszek a házigazda, üdvözlöm Önöket, én vagyok az. Megkérdezi a számítógép tőlem, hogy milyen audio forrásból szeretnék csatlakozni, vagyis a hangot honnan vegye. Érdemes az első alkalommal letesztelni a hangszórókat és a mikrofont. Én ezt már megtettem, úgyhogy én tudom, hogy jól fog nekem működni. Alul található a kis vezérlősáv, néhány gombon végigmennék. Itt tudjuk meghívni a diákokat, rögtön el fogom mondani, hogy hogyan tudjuk őket meghívni. Itt jelennek meg a már csatlakozott diákok, csatlakozott résztvevők, ezzel a gombbal tudjuk megosztani a képernyőnket. Chat ablakot is tudunk nyitni, ahol szövegesen tudunk egymásnak üzengetni, és ami nagyon fontos, fel tudjuk venni az egész meetinget képpel, hanggal együtt, hogy aztán ezt később elküldhessük a diákoknak, illetve hogy mi is megtekinthessük. És természetesen reakciókat is adhatunk a tanórára. A diákok meghívása, a résztvevők meghívása az úgy történik, legegyszerűbb módon, hogy erre a gombra rákattintunk, Copy URL. Ezzel ennek a meetingnek, ennek a tanórának a linkjét már le is generálta a rendszer. Én most ide beillesztem. Ide önöknek nem kell beilleszteni, csak lássák, hogy ez hogy is néz ki. Ezt az állományt tette ki nekem a vágólapra, és ezt az állományt fogom tudni elküldeni a diákoknak. Én most a Skype csatornát választom erre. És itt a Skype csatornán el is küldtem az illetékeseknek, van néhány segítőm, akik fognak most csatlakozni ehhez a meetinghez. Meg is nézem, hogy kik azok, akik vállalták ezt, és csatlakoznak hozzám, hogy megmutassuk önöknek, hogyan lehet a Zoom-ban indítani egy élő tanórát. Itt is van Zsoltunk, az első résztvevő. Szervusz Zsolt, integes kérlek, és köszönj a résztvevőknek. Éjjjön napot kívánok! Nagyon jó, itt van Ildikó is. És még egy kicsit várunk, megnézzük, hogy ki csatlakozik még hozzánk. Addig még ezt a két gombot elmondanám itt a bal alsó sarokban. Itt a saját mikrofonunkat és a saját videónkat látjuk. A mikrofonunkat el tudjuk némítani, hogyha erről lenne szó. Ezt most a résztvevők nem hallják, ők csak úgy azt látják, hogy én tátogok.
Halljátok, amit mondok? Nem reagál senki, tehát nem hallják. Most viszont már fogják hallani, és bólogatni is fognak, hiszen hallják, ugye? Így van, nagyon jó, ügyesek vagytok. És erre a gombra kattintva pedig a videót tudom leállítani. Ekkor a kamera nem működik, és nem fog videót továbbítani a résztvevőknek. Javaslom egyébként a csatlakozást mindenki számára, tanár és diák számára is, hogy a videóval együtt csatlakozzanak, ugyanis sokkal jobb egy olyan tanórát tartani, amikor lehet látni a résztvevőknek az arcát, és lehet látni az ő reakcióikat rögtön. Én most arrébb viszem ezt az oldalt, mert akkor el is kezdhetnénk a tanórát, természetesen a mozabookban fogunk dolgozni, és meg is mutatom önöknek, hogy hogy tudjuk a képernyőt megosztani, ahhoz viszont szükségem van még erre az oldalra. Tehát itt van ez a Share Screen gomb, sok-sok ablak meg van nyitva, így ki tudom választani, melyik képernyőt szeretném megosztani, vagy melyik ablakot, és ezzel most már meg is osztottam az oldalt. Lehet látni, hogy a résztvevők arca eltűnt, egy másik ablakban jelent meg, de nem kell tőlük végleg elköszönni, hiszen ők még mindig itt vannak velünk. Mind a ketten. Úgy tűnik, Dávid egyelőre nem tudott még csatlakozni, lehet, hogy éppen más elfoglaltsága van, vagy másik osztályban most éppen ő tart tanórát. Tehát akkor Zsolttal és Ildikóval kezdjük el az óránkat. A Mozabook szoftvert fogom használni. Látjátok a képernyőt, ugye? Igen. Szuper, köszönöm. Még egy-két dolgot szeretnék megmutatni, ugyanis, hogyha most megnyomom a résztvevők kis ablakát, akkor itt piciben látom, hogy ki hogyan csatlakozott. Ez egy picit másképp néz ki, mint amit ők látnak, ugyanis ők egy ehhez hasonló ablakot látnak. Dávid még ekkor itt volt velünk. Ők el tudják némítani saját magukat, illetve fel tudják emelni a kezüket. Jelentkezzetek, légy szíves! Itt tessék nézni ebben az ablakban, kék színű kis mancsok fognak megjelenni. Zsolt jelentkezik, Ildikó még nem jelentkezik, most már Ildikó is jelentkezik. Erről lehet tudni, hogy esetleg kérdése van valakinek. Van valakinek kérdése? Nincs. Nincs, csak azért emelték fel a kezüket, hogy eleget tegyenek az én kérésemnek. Ezen kívül én el tudom őket némítani, vagy be tudom kapcsolni a mikrofonjukat. Tehát ilyen módon tudok kapcsolatot teremteni az osztályunkkal. Na nézzük, hogy a Mozabookban mit is tudunk tenni. A Mozabook teljes mértékben ugyanúgy működik, mintha igazi tanórán lennénk, akár az interaktív táblánál, akár csak sima kivetítővel, tehát ugyanúgy kattintásra meg lehet nyitni az oldalrészleteket, ugyanúgy, hogyha a szövegben szeretnénk felhívni valamire a figyelmet, akkor azokat szövegkiemelővel ki tudjuk emelni. Én most nem olvasom, hogy mit emelek ki, csak a funkciót mutatom. Ezzel be is tudom illeszteni vissza a tankönyvbe. Ugyanúgy elérhetők az eszközök, játékok, például az időgép eszköz. Ugyanis most a várháborúkról tanulunk, és akkor egy picit interaktivitást is tegyünk az órába. Én behúzom a diákokat itt jobb oldalra, és akkor kikről szól szerintetek ez a lecke, kikről van benne szó? Az Egri Várvédőről, Dobó Istvánról, ő áll középen. Illetve, ahogy látom, a magyar kortársai vannak még közel hozzá. Még Zrínyi Miklós van itt, mint Várvédő kapitány, illetve az ő kortársaik. Ezt az időgépeszközben lehet szabályozni, hogy kik jelenjenek meg. Az egyes találatokra rákattintva nagyon röviden el lehet olvasni, hogy ő ki volt, és a W ikonra a Wikipedia ezzel a témával foglalkozó oldala fog megjelenni, akár ezt is meg lehet mutatni a diákoknak órán. Ez a kis bemutató nem módszertani utalásokat fog adni, hanem eszközöket szeretne adni a pedagógusok kezébe, hogy ők milyen eszközöket használnak a tanórák, online tanórák készítése és megtartása során. Ezen kívül természetesen bármilyen más forrásból, például a YouTube-ról mentettük le most ezt a videót,
Dobó István beszédét az EGRI várvédőkhöz, akár ezt is meg lehet hallgatni ezzel a témával, vagy esetleg bármilyen más témával kapcsolatban a témához illeszkedő videót lehet keresni. Egy levél! A szultán üzenete! Kétféle üzenet lehet benne! Felmerülhet a kérdés az, hogy hogy tudom beilleszteni ezt a YouTube videót ide a tankönyvembe? Hát úgy, hogy a médiatárból felnyitom a videókkal foglalkozó felületet, és itt az internetet választom ki forrásnak, és ide beírtam az előbb azt, hogy Dobó beszéde. Ő most az interneten szétnéz, hogy milyen Dobó beszédével kapcsolatos videók jelennek meg, és itt van Dobó István beszéde az EGRI várvédőkhöz, rögtön első helyen megjelent. A beillesztés a kiadványba az úgy történik, hogy megfogom, és ahol szeretném, hogy megmaradjon a link, oda beillesztem. Jó, természetesen a saját tartalmainkkal is tudunk dolgozni, például vannak háromdimenziós jeleneteink, most nézzük meg, hogy a Gyulai Vár hogy is néz ki 3D-ben, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségeket tudunk benne elérni. Itt látható a Gyulai Várnak a háromdimenziós modellje, különböző nézeteket megtekinthetjük, végighallgathatjuk az animációt. A Gyulai Vár legrégebbi részei feltehetően a 15. század elején luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt épültek. Látható, hogy ez egy 2 perces animáció, ennyit veszel az értékes időből, és nézzük meg a további lehetőséget, hogy mi mindent tudunk megtenni. Itt például a Huszárvárat láthatjuk feliratokkal, illetve feliratok nélkül is, és a háromdimenziós jelenetek alkalmasak arra, hogy interaktív feladatokat generáljunk belőlük. Például itt a várat láthatjuk, itt is vannak különböző nézetek. Nézzük meg ezt a Tedd a helyére feladatot, Tedd a helyére lehetőséget. Ilyenkor kapunk egy képet, amelyre a feliratokat a megfelelő helyre kell eltenni. Ildikónak fönn maradt a keze, úgyhogy meg is hagyom neki a lehetőséget, hogy az rondellát elhelyezze. Hol lehet a rondella, Ildikó? Rondellát én a jobb oldalra tenném. Nagyon jó. Udvar kúttal, Zsolt. Azt a rondella melletti baloldali helyre tenném be. Ide. És a palota vajon melyik lehet? Megvett, akkor ez lesz. Megnézzük. Szuper, ezúttal jól dolgoztunk, ez azért egy kicsivel könnyebb feladat volt. Természetesen ezeket a generált feladatokat, ha szeretnénk, akkor be is illeszthetjük a tankönyvünkbe, hogy aztán később ezt megtegyük. Látható, hogy itt van itt egy másik gomb is, ez egy összefoglaló feladatok EGER-ről, amit szintén egy felhasználó készített ehhez a témához. Ezeket most nem fogjuk megoldani, hanem ezeket a feladatokat majd házi feladatként fogjátok megkapni. A házi feladat küldéséről és a hozzátartozó beállításokról egy másik videónk foglalkozik, úgyhogy ezzel most nem szeretném rabolni az önök idejét. Amit még itt föl lehet sorolni a lehetőségek között, az az, hogy a diákok ugye hozzáférnek a tankönyveinkhez a mozave.hu oldalon keresztül ingyenesen, de hogy megkönnyítsük az ő dolgukat, elküldhetjük nekik linkben a tankönyvnek ezzel a témával foglalkozó oldalát. Ehhez meg kell keresnünk a tankönyvünket, beírtuk a keresőbe a történelem 6 kifejezést, és itt vannak a könyvek, ahol meg kell keresnünk ezt a tankönyvet, itt ő lesz az. Ingyenes elérésre kattintunk, és ha minden igaz, ugyanazon az oldalon fog kinyílni, ahol most tartottunk, de ha nem azon az oldalon nyílik ki, akkor arra az oldalra tudunk lapozni. A tartalomjegyzéket megnyitva, és tudom, hogy a Várháború kora című fejezetnél tartottunk, és itt van a tankönyvnek a linkje, ez tankönyv oldalának a linkje, ezt ki tudom másolni, és akár itt a Zoomon belül is át tudom nekik küldeni, ugyanis itt van egy kis chat ablak,
amibe én át tudom küldeni ezt a linket. Érdemes ezt a linket más fórumokon is átküldeni, hiszen ha befejezzük a Zoom konferenciát, akkor ez a chat ablak is bezáródik. Ildikónak fönn maradt a keze, vagy szeretne valamit kérdezni? Nem, véletlenül maradt fent. Oké, megkaptátok ezt a linket? Légy szíves, reagáljatok rá egy válaszsal, hogy megkaptuk, köszi, oké, csináljuk. Jó, és ha minden igaz, az ő üzeneteik itt most gyorsan sorra meg fognak jelenni. Nagyon jó. Egy élmény veletek dolgozni. Bezárjuk a chat ablakot. Készen vagyunk a Zoom konferenciával, úgyhogy más dolgunk nincsen már, csak elköszönni. Én még egy-két dolgot szeretnék mutatni önöknek, ugyanis felmerülhet önökben, hogy hogyan tudnak segítséget kérni az oldalunkon, oldalunkról, a digitális tananyagainkkal kapcsolatban. A mozaweb.hu fő oldalán, itt a segítség menüpontra, hogyha kattintanak, akkor különböző témákkal kapcsolatban akár azonnal kaphatnak választ a kérdésükre, akár fölvehetik a kapcsolatot kollégáinkkal, akik készségesen állnak a rendelkezésükre.